Hey! Na sziasztok, az előbb már vettem egy 10 perces videót, úgyhogy semmi is élet. Az előző videóra akartam kitérni, hogy látom, hogy nagyon tetszett nektek, meg minden. Volt, aki izélt, hogy ez egy régi, vagy mi az, ez egy másik videónak a koppintása, meg stb. Mondtam a videó elején, hogy ez a videó egy másiknak a fordítása. Tehát én is ugyanúgy leszettem az eredeti videókat, én is rááldoztam egy egész napot, hogy egyenként megnézek egy videót többször, hogy utána lefordítsuk. Ugye a Mimózával együtt itt ültünk, azt hallgattuk az akcentust, hogy akkor mi a történet, legépeltem jegyzettömbe, aztán úgy lett megcsinálva a videó. Úgyhogy nagyszerű, hogy emberek értékelik a munkát. Meg hát alapból úgy kezdem, hogy nem is az enyém, úgymond, nem az én ötletem, de most az, hogy azt a 15 videót, amit egy másik videós fölrakott, most én azt elemezem ki, hogy arról mondom el a történetet, az ekkora probléma. De volt, aki értékelte a fáradozást, és akkor írták, hogy látták már ezeket a videókat, de nem tudták a történetet, meg nem nagyon értették, úgyhogy köszönik, hogy megcsináltam. Tehát értékelték azt, ami a lényeg lett volna. Hogy ezt az egészet azért csináltam, mert amikor mi megnéztük hárman ezeket a videókat, nekem egyből az jutott eszembe, hogy baszki, ezt meg kéne mutatni a magyaroknak is. Azt akkor vettem a fáradtságot, azt akkor megcsináltuk. Én is, meg Mimóza is. Itt ült mellettem, azt itt gépeltem, diktálta, hogy mi az. Mert ő ugye 5 éve van itt, ő jobban kihallja az amerikaiaknak a szövegét, mint én. Meg hát jobban is beszél angolul, mint én. Úgyhogy tök jó, hogy segített. Ugye maga a tudat, tehát láttam, hogy nagyon sok komment olyan volt, hogy hát ez nem volt félelmetes, engem az agyagos akasztott ki, engem az utolsó, meg ilyenek. Tehát változékony volt a hatása bizonyos embereknél. Ugye most nem az volt a lényeg, hogy ilyen csonkításokat mutassunk nektek, hanem az, hogy hétköznapi emberek az elborult dolgaikat felveszik videóra, és ennek a tudatát, tehát a tudat az, hogy ott volt az agyagos csávó, ő egy művész volt. És ki nem nézett belőle, hogy egy hangárba összeagyagozza magát, még izéket rak be a szemére, ilyen ágakat, meg ilyen bizarr dolgokat csinál, és azt vártad, hogy kinyírja magát, vagy én nem tudom. De borzasztóan hülyeség volt. A Pretty Woman-es csávó, azt nem mondtam el nektek, de például itt, ő ült börtönben, tehát amint kiszabadult, ők kapnak egy ugyanolyan személyigazolványt, mint mi, és a személyigazolványban benne van, hogy ő egy ilyen zaklató, szexuálisan zaklatott előéletű, és ezt élete végéig ő már hordani fogja. És amikor ő elköltözik valahova, mondjuk egy apartmanba, akkor törvényesen értesítik a szomszédokat, hogy ő milyen ember és milyen előéletű volt. Tehát nem úgy van, hogy mit tudom én, drogozol, aztán kijössz, azt akkor szabad vagy, hanem teljes mértékben ez már megbélyegzi az egész életedet. És az, hogy képzelsz el egy ilyen molesztálót. Most azt mondom, hogy egy öreg faszi molesztál, akkor egy ilyen hóbortos csávót képzelsz el, mint amilyen ez a csávó. Tehát annyira ő az, akit elképzelsz. Tehát ilyenek kijelensz, nem? Alig van foga, hót izé, hót öreg, ilyen Einstein haja van, és akkor még... Meg hogy így csinálta ezeket a dolgokat, meg minden. Meg azt a Pretty Woman-t énekel, érted? Úgyhogy itt a tudat az, hogy egy molesztáról beszélünk, aki totál ugyanúgy néz ki, mint amit elképzelsz legjobb esetben. Aztán kiderült, hogy ugye utána is ment börtönbe, a videó után, de ott meg is halt. De ő volt egy híradóban is egyébként, mármint ő volt a műsorvezető, vagy valami ilyesmi. Tehát régebben szerepelt már a tévében. Azt nem is gondolnád erről se. Meg ugye a búváros. A búvárosról sem tudod, és a tudat az, hogy ő, amikor csinált a videót, nem volt tudatában annak, hogy mi történik.
tök vidáman elindul, vagy tök optimista az egész, lemerül, meg stb. És a videó vége az, hogy meghal. A tudat az, hogy nézed egy ember halálát, mert azért nézni egy filmet, azt ott valaki megfulla, tudod, hogy nem igazi. De amikor tudod, hogy az a videó úgy fog elindulni, hogy valaki meghal a végén, azért az már elég durva. Úgyhogy látom, hogy tetszett, tegnap is nézegettünk ilyen szellemes videókat, meg ilyesmi, úgyhogy... Ha erről szólna csak a csatorna, én nem bánnám, mert jobban van kedvem csinálni ezeket, mint most vlogolni vagy valami. De meghozta a kedvemet a videózáshoz, jó volt egy ilyen egész napot rászánni egy videó elkészítésére. Úgyhogy biztos, hogy lesz még ilyen, mi keresgéljük, hogy mi lesz az. Úgyhogy... Ennyit akartam, nem akartam hosszúra rakni a dolgot. De örülök, hogy sokaknak más váltott ki, mert valaki abszolút nem mondta, hogy ezek nem durva dolgok. Hát jó, nem durva dolog, de például a reklám az a ijesztős reklám. Azt se tudja mindenki, hogy az most tényleg egy reklám volt. Meg mi volt a lényege, meg ez a there is nothing, tehát nincs ott semmi, ez is mi már ez. Nézel meg minden, de... Eszem a kókuszos eper öntetes fagyimat, ami már elolvadt. Az elmúlt 10 percben ugyanezeket mondtam, mert majdnem szóról szóra. Csak most ugye a YouTube feltöltés izéjét csinálom. Úgyhogy én el is köszönök. Következő videóig addig sziasztok!